30 év szolgálata rászorulók támogatására 40 ezer rendszeresen segítő önkéntessel. E rövid mondat is kifejezi a magyar-máltai szeretetszolgálat történetét, de ahogy egy önkéntes megfogalmazta, nincs olyan nagy terjedelmű könyv, olyan hosszú film, amely azt a szeretet áradatot, azt az áldozatvállalást, vagy azokat a megrázó történeteket egybefogná, amely az ország legnagyobb egyházi karitatív szervezetének 3 évtizedes életében előfordult. A máltai szervezet, vagy szolgálat, akkor már nevezzük így, azért több, mint szolgálat, hanem ez küldetés, ami egyáltalán azt jelenti, hogy az ember nem csupán azért tesz valamit, mert valakin megesik a szíve, vagy mert látja, hogy a másik rászorul valamire, hanem egyszerűen azért egymásra bizattunk. Imre atyát idézve nem elegendő vágyakozni valamire, a célért áldozatot kell hozni. Ezt az alapigazságot az itteni és a csatlakozó egyházi közösségek és magánemberek is tudták és alkalmazták. Mélyről, a lélek mélyéről jövő hittel. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat sikerét megalapozta az a 40 ezer önkéntes, akik a rendszerváltást követően részt vettek a segítő tevékenységben. Már az a szám jóval kisebb, ám Kozma Imre atyát idézve, akik vannak, azok igazán vannak. Közülük a 30. évforduló megünneplésére mintegy félezre jöttek el a szolgálat hegyvidéki központjába, és misével, valamint egyszerű finom ebéddel és beszélgetéssel emlékeztek a jeles évfordulóra és a közös munkára. A közhit kissé bolondosnak tart minket, áprilisi gyermekeket, de láttam már veszedelmesebb bolondokat is, akik mondjuk augusztusban vagy decemberben születtek. Márai Sándor Április című prózáját is hallatták az érdeklődők, Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész közös estjén a Jókai Anna szalonban. A sorozat ezúttal Márai és a Halál című előadással folytatódott. Hirtling István és Mészáros Tibor közös produkciója az irodalmi szövegek elmélyült befogadására és az író műveinek olvasására és újra felfedezésére hívják mindazokat, akik szeretnének megmerítkezni a 20. századi nagy humanista író rendkívül gazdag életművében. Nem köztudott, hogy a lírája is nagyon izgalmas, és egy-két versén, híres versén, A mennyből az angyalon kívül, ugye, nem igen, meg a halotti beszéden kívül, nem igen tudják az emberek, hogy milyen gazdag a lírája. Így ebben a sorozatban most például ez egész estét, 100 perc, Márai versek. A Jókai Anna szalonban minden hónapban teltház előtt zajlanak az előadások. Az estek egy-egy témakörét csoportosítva mutatják be a Márai életművet, így hozva közelebb az írót a mai közönséghez. Az előttünk lévő témák pedig szintén életet, életművet feltáró előadások lesznek, az emigráns Márairól lesz szó, lesz egy egész este, természetesen áprilisban, Márai és a vers témájában. Aztán tervezünk egy egészen különleges estét Márai és Krúdi témájában, és az utolsó júniusban pedig Márai és az állatok, ami megint egy kuriózum. Márai jelentősen kötődött az első kerülethez, sokszor és mély érzelmektől áthatottan írt az ő Budájáról. A budavári önkormányzat fontosnak tartja, hogy ápolja Márai Sándor emlékét és gazdag életművét. Dr. Nagy Gábor Tamás elmondta, a jövőben több olyan kezdeményezést is terveznek, amellyel a nagymúltú író emléke előtt tisztelegnek. 2001-ben egy szobrot állítottunk a volt hajdani lakóház előtt a Mikó utca sarkán, és azóta minden évben, április 11-én, ez nem csak a költészet napja, József Attila születésnapja, hanem Márai születésnapja is, ott ünnepel, ott emlékezik a budavári önkormányzat. Ezen felül egy közalapítvány is viseli a nevét, a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány, és éppen decemberben döntött róla a képviselőtestület, hogy az új művelődési központunk, a Krisztinavárosban létesítendő kulturális központ is Márai Sándor nevét fogja felvenni. Az irodalmi sorozat híre eljutott egészen az Egyesült Államokig is, ahol Márai halálának közelgő 30. évfordulója alkalmából San Diegóban tartanak előadást február 23-án, majd két alkalommal Los Angelesben. A sorozat következő előadása március 4-én az Emigráns Márai című estel folytatódik a Jókai Anna szalonban.